Fejlesztő foglalkozás a Nyíregyházi Csodavárban. A Down Egyesület mára egy nemzetközileg is elismert programot alkotott meg a Mindenkinek Becsengettek programban. Több mint 70 fogyatékkal élő gyermeket integráltak többségi iskolákba, ahol heteken keresztül tanulhatott együtt az eltérő és a normál fejlődésű gyerek. A szervezet a korai fejlesztésben eredményesen működik, nem csak a megyében, de a fővárosban és a határon túl is számíthatnak a családok a szolgáltatásaikra. Az országos statisztikák tükrében növekedett azoknak az újszülötteknek a száma, akik valamilyen idegrendszeri eltéréssel születtek, és 0-3 éves kor között korai fejlesztésben kell részesülniük. Ezeknek a gyerekeknek összehangolt segítségre van szükségük, mondta a miniszteri biztos. A szakmai munkára, képzésekre és szolgáltatásokra 6 milliárd forint fordulhat itthon uniós forrásból. Ez arra lesz elegendő, hogy behozunk új diagnosztikai eszközöket Magyarországra, amiket adaptálunk, ezek nagyon drágák. 20 éve nem történt meg ilyen jellegű a diagnosztikai eszközöknek a megújítása. Rengeteg képzést fogunk biztosítani. A halmozottan hátrányos helyzetű régiók, például ezen megyében is ez fellelhető, ahol védőnők, szolgáltatók sincsenek, nemhogy különböző terápiás eljárások, tehát az alapellátásban is hiányzik ellátás. Megpróbáljuk ezeket mobil ellátórendszerrel, egy pilot jelleggel, hogy működhet-e, hogy a szolgáltatás megy a családokhoz, és nem a családoknak kell keresni a szolgáltatót, biztosítani. Informatikai fejlesztések lesznek. Egy 2013-as rendelet alapján a pedagógiai szakszolgálatok alapfeladata a korai fejlesztés, de az ágazatok együttműködése elengedhetetlen ezen a területen. Jellemzően inkább óvodáskorban kerülnek be a fejlesztésre szoruló gyerekek az ellátórendszerbe, holott az élet első évében lehet a legtöbbet tenni értük. Az idegrendszer akkor a legfogékonyabb, sokat lehet javítani a gyerek állapotán ebben az életszakaszban. Később pedig az integrált oktatásban lenne a helyük, mondják a szakemberek. Próbálkozások vannak. Én azt gondolom, hogy vannak nagyon jól működő iskolák és osztályok, akik nagyon jól csinálják az integrált oktatást, és nyilván vannak, akiknek még ez nehézséget okoz. Tehát nagyon egyenlőtlen ez az ellátási forma. A konferencia célja az volt, hogy közelebb hozza, összehangolja a korai fejlesztésben érintett intézményeket. A Mindenkinek Becsengettek program pedig a következő tanévtől nem csak idehaza, de Szatmárnémetiben és Kassán is elindulhat.